Na, akkor köredzést fogunk csinálni, amihez kelleni fog egy kézisújzó, egy húzóckodórúd, meg egy szivacs, amire majd fekszünk. Jó, 15 gyakorlat lesz, fekvőtámasz, felülés, húzóckodás, guggolás, aztán vállerősítés húzóval, újra fekvőtámasz, felülés, húzóckodás, vagy tartás, guggolás, vagy ezeket kombináljuk ilyen-olyan izékkel, súlyzóval vállerősítés, fekvőtámasz, egyenes rugás, egyik láb, másik láb, négy ütemű és húzóckodás. Ez 15 gyakorlat, elméletileg 40 másodpercig csinálunk egy gyakorlatot, és 20 másodperc a pihenő. Ez lesz az első ilyen, hogy lássuk, hogy hogyan is bírom. Aztán meglátjuk, hogy hogyan lesz ez butítva. Na, kezdjük is a bemelegítést. Lehet is. Ugye bugri. Közben megy a haránt. És közben egyenes ütés. Páros vagy egy marma előre. Hátra. Két előre, hátra, páros előre, hátra, korbuzás. Jó, átmentet.
Elhúzkodok, szóval. Figyelj, Google, hopp. Figyelj, Google, hopp. Google, hopp. Google, kocok szóval, megy a fölütés, egyenes ütés, jól lenne az ugrat, jó, megy a visszintes kasza, függőleges. Vízszintes, egy függőleges, vízszintes, függőleges. Jó, utána fordulsz jobban. Jó, megy a csípő. Másik oldalra is, balra is, jobbra is, derék. Nem kell nagyon hátra, elég csak így fel. Jó, bal lábhoz hajolsz, odahúzod, jobb lábhoz hajolsz, odahúzod, középre odahúzod, lefordulsz, ejtegetsz, beejted hosszan, odahúzol, jobbra ejtegetsz, odahúzod. Jó. Jó, készüljünk neki. A hapjuk kúszat időt. Nézzük, hogyan fogunk beleférni. Nagyjából így. Készítem a puskámat. Akkor fekvőtámasszal kezdünk. Ezt én itt becsukom. Visszamegyünk üfire. Teszünk be kis motivációs zenét. Motiváció zene. 57 perc. Húsz másodperc múlva kezdjük. Fekvőtámasszal kezdjük. Figyelj, megy a fekvőtámasz. Kicsit rázogassa le, nem kell az elején túl terhelni, mert 40 másodpercig csináljuk ezt. Jó, pihé, következő felülés. Szépen helyezkedünk felüléshez. Mehet.
Jó pihi. Ma látom, hogy bőzünk ki. Jó. Következik a húzózkodás. Ha nem tudsz húzózkodni, semmi baj, akkor tartani kell. Na. Lerázunk. És vissza. Jó pihi. Jó, pihé. Felülben súlyzó kézbe. Vállerősítés lesz. Ja, nem bocs, nem baj, jó az így. Következő súlyzós fekvőtámasz. Ez annyit tesz, hogy leengeded, főhúz. Leengeded, főhúz. És mehet. Jó, pihi. Jön a hasprés. Mehet. Jó,
Tini. Újra húzóckodás, tartás. Figyelj, mehet. És vissza. Jó. Igi. Következik. Ezt csináljuk most. Mehet. Jó, Figi. Most jön a vállerősítés. Ez pedig ennyi. Jó. Mehet. Könyöködre figyelj, följebb legyen, mint a csukod. Pihik. Következő fekvőtámasz. Egyik kezünk a súlyzón, a másik kezünk a földön. És fekvőtámaszonként cseréljük ezt. Ez így néz ki. Egy így. Egy így. Egy így. Jó, Figi. Jön az egyenes rúgás. Elkezdjük bal lába. Ez ennyit tesz. Ennyi. Folyamatosan. Jó, mehet. Egy, két, három, négy, öt. 6, 7, 8, 10, 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
Jön a másik láb. Mehet. Jó, tihé. Négy ütemű gyakorlatja. Karbajdításra. Jó. Lehet a négy ütemű. Eredetileg húzózkodásra aztán, de most úgy érzem, hogy jobb, hogyha egy percet pihenek. Ez még csak az első kör, és mindjárt hányok. Egy fekvő támaszra fogjuk nem sokára kezdeni. De nem még van 20 másodperc. Tehát végre értünk az első körnek. Most kezdjük a másodikat. Figyelj! Megy a fekvő. Nem muszáj megállás nélkül, hogyha szar vagy, mint én, akkor... És lerázás, és megy. Jó, pihi. Következik a felülés. Mehet. Jó, pihi.
Jön a húzózkodás. Vagy tartás. Figyelj, mehet. Pihi. Jön a sima guggolás. Mert... Jó, Pihi. Jön a súlyzó való valerősítés. Ez... Mehet. Jó. Jön a főhúzós fekvőtámasz. Tehát lenyomsz egy fekvőt, főhúz. Lenyomsz egy fekvőt, főhúz. Mehet. Jó, Pihi. Jön a hasprés. Mehet. Pihi. Ah.
Most jön a húzózkodás. Húzózkodás. Mehet. Jó, pihi. Most jön az ugrálós gúgolás. Tehát ez... Pihi, pihi. Most jön a vállerősítés, súlyzóval. Mehet. Jó, pihi. Következik fekvőtámasz. Egyik kéz a súlyzón, a másik a földön. Aztán csere. Azt hiszem, hogy ebből elég lesz a két kör most nekem. Nem vagyok a toppon. Szóval a föld. Súly. Egy. Csere. Jó, ennyi, pihi, jön az egyenes rúgás, egyenes rúgás. Figyelj, mehet, ennyi. Jó, pihi. Másik láb jön. Majd a pihi után.
figyelj. Mehet. Jó, pihi. Úgyhogy gyakorlat jön, négy ütemű fekvőtámasz. És ez az, ennyi lesz a mai. Figyelj. Mehet. Jó. Pihi. Hogy megvan, amiben húzd a lábad. Jó. Másik oldal. Jó. És jön át a húz. Jó. Felállul. Másik. Hoppá. És húz. Kicsit a derekedet, csípőjét, viszont keresztezel, jó, ha lányulsz, meghúzod, jó, ha lányulsz, ezért fölülről megfogod, és meghúzod. Jó, tarkó mögött, meghúzod a könyököd. Jó, másik él alulról. Jó, fölülről ráfogsz a könyöködre és húzod. Jó. Tarkó magad rá fogsz és húzod. Jó. Fölnyúlsz és lejted a cserepeket. Először csak így hába. Hú.
egészen a bokáig. Közben fölfele oldalra nyúlsz, és ellentétes irányba lecserép. Másik oldal, másik el. Jó. Magas. Balra hosszan, középre hosszan, jobbra hosszan, magasba. Bal, közép, jobb, föl, bal, közép, és jobb. És fel. Jó, kicsit összezársz. És olyan hosszan odahúzod magad. Jó, kitejtegeted a válladat. Kezed marad a földön, térdedet kiegyenesíted. Visszagugolsz, ejtegesz tovább egy picit. És innen elfordulsz, egyik lábodat hátra teszed, hosszan ejted a csípődet lefele, sarkod felé, behúzod a fejed. Akkor egyenesedsz, kicsit mozgatod a térded, elfordulsz a másik irányba, ejted hosszan a csípőd, behúzod a fejed az előlévő sarkodhoz. Jó, vissza egy kicsit itt. Mozgatod a lábad. Jó, fejlesztünk kézzel. Nyújtod a combod. Visszajössz, egyik lábadat kinyújtod, hátsó lábadat derékszögbe hajlítod, nyújtasz az előlévő lábadhoz. Középre. Lehetőleg ez a lábfejed fölfele néz. Jó, csavar hajlít forgat fölfele. Jó. Lábcsere. Ez derékszög, derékszög, derékszög. Ez fölfele néz. Hajolsz rá. Jó, középre. Jó, csavarhajlít forgat fölfele. Amerre mutatok. Jó. Terpeszke hosszan előre. Jó. A bal kezed marad itt előtted, jobb kezeddel hajlítasz a bokád felé. Jó, kézcsere, ez marad elő, ezzel hajolsz át.
Jó. Ha már úgyis itt vagy, akkor egy kicsit ráhajolsz így két kézzel. A lábad továbbra is függőlegesen főfele néz. Jó, középre megint hosszan előre. Nem baj, ha hajlékonyabb vagy nálam és a köldököd leér a földre. Csak akkor, ha a dagadságtól ér le. Jó. Hajolsz a bal lábadra. Lábfej továbbra is függőleges. Jó. Óvatosan hozgatod befele. Kicsit főhúzod. És akkor a térdedet beforgatod a sarkad felé. Jó. Lábuk összeérint. Behúz. Ejtegetsz. Fügyüköddel lenyomod. Ejtegetsz. Könnyékkel lenyom, behúz, jó, egyik lábat kinyújtod, ráfogsz a talpadra és odahúzod, lábcsere, és odahúz, jó, felhúzod és lerázogatsz. Még egy kicsit beforgatsz. Egy kicsit lerázogatsz. Gyere föl így. És a seggeddel ülj a saját lábad mellé, így. Kicsit dőj előre. Ha jól csinálod, elméletileg érezned kéne a seggedet. Ott, ahol az ugrálós guggolásba kicsikét megerőltettük. Jó, látunk a másik oldalra. És tovább is próbálunk előre hajolni. Hát csinálhatjuk úgy is, hogy így is lehet ezt itt nyújtani. Tehát keresztbe rakod, megfogod a térdedet és behúzod. Jó. Másik lábadat rakod keresztbe, ráfogsz, kicsit merev vagyok, és húzod. Jó, megint egy kicsit leráz. Följössz, eltegetsz, lerázva. Ennyi. Egészségetekre. Ez volt kb. 50 perc.